Szikora János 2012 óta igazgatja a Vörösmarty Színházat, és az új évaddal búcsúzik a társulattól. A kiváló szakember szakmai irányításával meg annyi kiváló darab került bemutatásra, és már készülődnek a következő időszakra is. Ha úgy tetszik, ez a betakarítás évada. Én bízom abban, hogy képességeimhez képest jó gazdája voltam ennek a színháznak, és most én szeretném ezt a termést betakarítani. Azokkal az emberekkel, akikkel végigcsináltam, azokkal az elképzelésekkel, amelyek itt születtek, itt formálódtak, és tulajdonképpen azon elvek mentén, ahogyan minden évben a műsortervünk formálódott. Időközben megkezdődtek a tárgyalások a társulat színművészeivel is. Jó hír, hogy alig lesz változás, így az elmúlt év sikerdarabjai mellett a közönség kedvenc színművészek is hitet tettek társulati tagságuk mellett. Ez a színházi társulat kis mozgásokkal fejlődött azzá, ami. Ez azt jelenti, hogy minden évben elment egy-két színész, jöttek újak, de picik voltak a mozdulások, és idén senki nem jelezte azt, hogy el szeretne menni, mi pedig éppen ezért nem is szerettünk volna elküldeni senkit, én magam személy szerint pedig azokkal szerettem volna befejezni ezt a ciklust, akikkel elkezdtem. A Vörösmarty Színház az elmúlt esztendőkben rászolgált a Közösség Színháza megtisztelő címre, és ennek az elvnek megfelelően folytatódik a szakmai program, a társulatépítés és a különböző közösségépítő tevékenységek megerősítése.